Kellei György író egy újabb izgalmas krimivel örvendezteti meg az olvasókat, az új kötet bemutatóját kedden a Füredi Könyvtárban tartották meg. A Hold titokzatos fénye című bűnügyi történet, mint a Kellei sztorik többsége szintén a Balaton környékén, az északi és a déli parton játszódik, de a történet szálai egészen a Bakonyig felnyúlnak. A könyvben Szente Tamás író keveredik szövevényes kalandba, amikor egy gyilkosság helyszínére Siófokra utazik. Ennek a regénynek tulajdonképpen lehetne az az alcíme, hogy gyilkosságról és szerelemről egy nyári éjszakán. A főszereplője Szente Tamás, egy újságíró, akit ott hagy a felesége, ezért szabadúszó íróként él tovább egy Somogy megyei kisfaluban, és ott értesül, hogy meggyilkolják a egykori történész professzorát, egyetemi történész professzorát, abban a siófoki Balatonpartra vezető utcában, ahol felnőtt ő, és gyerekkorától kezdve ismerte a professzort. Bejön ezen a nyári júliusi éjszakán a városba, és a Sió partján az egyik toronyház 6. emeletére felléptezik, hogy elkapja a professzornak a gyilkosságát. Miközben liftezik és sétál a városba, végig gondolja az egész életét, az ismeretségüket ezzel a professzorral, ugyanis egyetemista korában Budán náluk lakott albéletben egy ideig, és akkor ismerte meg a öreg urat, a feleségét és a két lányát is. Tulajdonképpen a nyomozás szála ebből az időszakból indul ki, és az író, Szente Tamás végig gondolja a középiskolás éveket, egyetemi éveket és a különböző kapcsolatokat, újságírói időszakokat. Ez tulajdonképpen a tér és az idő váltakozik, egymással összecsúsznak a különböző idősikok. Ez a regény, a Hold titokzatos fénye, voltak éppen, ugye a Holdról nagyon sok mindent el tudunk mondani, nem csak azt, hogy minden 6-szor könnyebb, mint a Földön, hanem különböző rejtélyek és hiedelmek kapcsolódnak hozzá. Ez a regény tehát a bizalomról, a bizalom elvesztéséről szól, arról, hogy mennyire bíznak meg egymásban az emberek, mennyire hűségesek egymáshoz a különböző párok és különböző munkahelyi viszonyokban, mennyire nyilvánul meg a tisztesség és a becsület. Visszanyúlik ez a regény a egészen Noszlopi Gáspár koráig, hisz a professzor, akiről azt gondolják, hogy egy szeúzó kincsre bukkant, és azt őrzi a balatoni villájába, tulajdonképpen nagy Noszlopi Gáspár kutató, és egy olyan kincsre bukkan rá a kutatásai során, amely itt a Balaton felvidéken a Bakonyba fellelhető. És hát ezért a kincsért szállnak harcba a regénynek a szereplői. Hogy mi ez a kincs, azt természetesen nem árulhatjuk el, ennek kiderítése az olvasókra vár. A szerzővel Riffel Jenő egykori munkatárs beszélgetett az új krimiről, mely a Városi Könyvtárban is megvásárolható.